jöjjön az a bizonyos csúcs sima, aminek egyébként a PS5-ös verziója, amit egyébként úgy neveznek, hogy Director's Cut. Itt van, pont itt, ezen a részen, elrejtem magam egy kicsit, és úgy jobban látjátok. Szóval a Tsushima Director's Cut-ja 20-án jelent meg. Ez magába foglalja egyébként a PS5-ös támogatást, és újabb kontentet is a játékhoz. Meg természetesen kontrolleres támogatás, szebb kinézete a játéknak. Ugye a kontrolleres támogatás alatt a haptikus feedback, meg az adaptív trigger, ami így elég sok szerepet játszik. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz egy-egy összecsapás. A szellőt azt már leszpoilereztem magamnak, mert kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, hogyha megsimogatom a touchpadját a kontrollernek, és hát még játékban milyen lesz. Szóval tegnap egyébként letöltöttem a játékot, elindítottam, és az összes achievementet megkaptam, ami csak van a játékban, ugyanis platináztuk még egy éve, valahogy akkortájt. Ha jól emlékszem, szeptember közepére fejeztem be a játékot, de meg lett. Platina lett, és nagyon-nagyon élveztem a játékot. Ilyen, tehát elveszítjük 2 hétre megint? Nem hiszem, lovacska. Ott van, 27 achievement jött azóta a játékba. És azóta van Legends része is, de ez már tavaly, mert hogy idén évelején jelent meg. Ez annyi, hogy ilyen klassz alapú együttjátszós dolog másokkal, tehát hogy ilyen kópos vagy PvP-s dolog, amit majd meg akarunk nézni pistiekkel. Hát reméljük, hogy majd tudunk rá időt szakítani, főleg így, hogy már ugye tényleg PS5-ös támogatása van a játéknak. A mentéseimet egyébként sikerült iszonyatosan könnyedén átimportálni PS4-ről. Gyorsan betölt, új játék pluszba is belekezdhetnék, de nem fogok. Játék betöltése. Mit? Akkor folytatás. Szerintem akkor a folytatásra kell nyomni. Az a legendák milyen durván néz ki. Elég csak annyi, hogy piros. Csak a legendáknál változik meg. Iszonyatosan gyors, tehát hogy nem tudom, emlékeztek-e, hogy milyen volt sima PS4-en játszani a játékot, és iszonyatosan gyorsan tölt be minden. Láttátok, a játék is iszonyatosan gyorsan töltött be, illetve a játékból a mentésembe is így tüty, ott is vagyunk. Szia, Martin! Itt mutatja nekünk, hogy Iki szigetére lehetne menni. Az lesz egyébként a cél. Itt hagytuk abba a játékot. Már nem is tudom, hogy mi volt az utolsó dolog, amit így megszereztem. 3D-s hanghatások is vannak a játékban. Még akár fülessel is. Továbbra is elképesztően gyönyörű a játék, és hát ez igazából majd akkor jön ki, hogyha megyünk majd az új szigetre. De hogy az a durva, hogy PS4-en is, az alap PS4-en is szépen nézett ki, tudom. Voltak pacák, meg FPS-sel is volt gond, de hogy így most PS5-ön fullos lesz az élmény, az is biztos. Elfelejtett egyébként, hogy hogy kell játszani, szóval tényleg nagyon jó lenne az, hogyha lenne a játékhoz ilyen, hát olyan tutoriál, vagy bevezető dolog, ami így, hát egy év kiadás után is felvezeti neked, hogy mi az, amit lehet csinálni. Lehet, hogy majd az új szigeten egyébként sikerül visszarázódni, majd meglátjuk. Hm.
Mi az a plusz, amit egyébként a kontroller hangja így hozzátesz, Martin? Mert azt hiszem a Siege-nél próbáltuk, de akkor kikapcsol a 3D-s hang, és nem lesz olyan, nem olyan szép a játék hangja nekem kontrolleren keresztül, mint ami így átjön HDMI-n keresztül. Ezt a Siege-nél egyébként nagyon észrevettem. Tehát amikor megerőszakoltam a kontrolleremet, és elől is, meg hátul is be volt dugva, azután a Siege-nek a hangja sokkal gagyibb lett. Na, nézzük, mik vannak. Aki egyébként most kezdené el a játékot, annak nem nyílik meg azonnal az újabb terület, csak hogyha átjön a Kanedavár túloldalára. És akkor itt innen indul ez az új terület. Az Iki sziget. Ott van egy jelölő, amit így le is tudunk venni. A 3D audio nem megy át HDMI-n? Nem tudom, azt vettem észre, hogy sokkal gagyi volt a hangja a Siege-nek, amikor jack kábelen át jött a hang a streambe, meg nekem is, és sokkal jobb volt hallgatni, ami így HDMI jött. Uh-huh. Úgyhogy annak majd adok egy másik esélyt, amit így mondtam, majd a legközelebbi Tsushima-s streamnek, mert biztos, hogy lesz legközelebbi. Ki akarom maxolni ezt a szigetet is. Szerintem most nem fogunk semmiféle fast travel-t vagy bármi ilyesmit használni. Ó, de jó. Wow. Ez PS5-ös verzió, így van. Kb. Mekkora a sziget Tsushima-hoz képest? Nem tudom, hát nem tudok erről még semmit, mindjárt megyünk és megnézzük. Azt tudom egyébként, hogy öltöz... Páncél kiosztások bekapcsolása. Ez gyakorlatilag a transmog? Vagy nem tudom. Játékjelenet beállítások menübe lehetővé teszi talizmánok és díszítési tárgyak hozzárendelését, páncélokhoz és egyedi kiosztások összeállítását. A fast travel-t azt majd kiteszteljük úgy is, amikor megyünk az új területen. Most gyönyörködni akarok a tájba. Itt van Iki történetei, utazása múltban. Valami nyugtalanító dolog történik ezen a településen, utána kellene járnom és többet megtudni arról, hogy mi okozza. Arra megyünk, ha itt vannak a talizmánok, ezt nem is tudom miért írtak ki, tehát hogy eddig is voltak ilyen talizmánok. Sakai acél. Na, és azért nézünk így, mert az egyik achievement arról szólt, hogy valami furán kell kinéznünk, úgyhogy felöltöztetjük magunkat szépen, gyönyörűen, igényesen. Egyébként ez az éjféli tűzi játék, ez nagyon jól néz ki. Az új sárkány. Yuzuhei! Ó, ez is nagyon jól néz ki. Jó, szerintem ez lesz. Vagy ez. Jól néz ki. Fujine titka. Azért írtam, mert ha jól tudom, lehet minden páncélhoz külön talizmán szetet. Ja, értem. Tehát, hogy páncélokhoz tudod rendelni a... Aha. Öltözék. Nagyobb tántorító sebzés. Gosaku. Aha, Gosaku páncél van most berakva. Van ilyen tolvajálcánk. Jó sok mindenem van, sáncok. Már el is felejtettem. Ennyi minden dolgot szedtem össze. Tomoe,
Lehetünk majmok is. Bánat elefánt csontja. Ha minden igaz, akkor jár egyébként egy set a Director's Cut vásárlóknak. Itt is van egyébként a kép, mindjárt linkelem, hogy mi az, amit kapnak azok, akik megveszik a Director's Cut-ot. Jól van, jó lörkölés itt, Martin. Golden Mask, Sword Kit, Horse és Saddle. Na várjál, ez, tehát hogy ez fizikai dolog. Az in-game item egy charm. Jó, tehát akkor amit itt mutatnak, hogy Hero of Tsushima skin set, ez nagyon valószínűséggel nem in-game dolog, hanem ezt azok kapják, akik megveszik ezt a változatot? Ez egy jó kérdés, igaz? Tsushima farkasa. A Sakai Mask. Az éjszaka ura. Mongol sisak. Ú, de jók ezek. Tsushima hősének sisakja. Pedig amúgy ez az. Ez az új cucc. Ez az új cucc. Applikálom. Kizárólag Tsushima legnagyobb védelmezői viselik. Ha minden igaz, akkor ez az. Vagy ez eddig is volt? Én úgy látom, hogy egyébként ez lesz az az új cuccos. Szervusz Gab Kovács, üdv mindenkinek, skacok. Valami ehhez passzoló maszkot kéne felvenni. Hát egyébként, hogy nem is kell maszk. Mondjuk ez a hódító maszk jól néz ki vele. Fundosi. Itt a szellempáncél, Sakai Clan. Aha, ez lesz az. Ez az, srácok. Tsushima hőse páncél, ez az, amit adnak a Director's Cut-tal. Nagyobb növekedés az életerőben, és minden sebzés csökkent közepes mértékben. De ez az animáció, nem tudom, hogy eddig is volt, de hogy ilyen középről egy ilyen kijön egy ilyen effekt, meg összeszűkül, nagyon király. Mi helyzet, Gab Kovács? Jól van, most jó lesz ez a set egyelőre rajtam. Mindjárt felfedezem amúgy, hogy milyen gombokat kell nyomni, hát a fotót azt nem. Na tessék, kaptam is egy achievementet, hogy itt fotózgatok. Élő legenda, ott is van! Ott is van! A platinum! A platinum! Srácok, ki is játszottuk a játékot. Meg is lett az achievement. Élő legenda, hát ennyi. Aki most itt volt, részese lehetett annak, hogy kiplatináztam a játékot. Hát szerintem ez nem az a gomb volt, amit nyomni kellett volna, R2. Az alapjátékból nem fogsz látni semmit, Gab Kovács, hogyha ez így segít. Ahogy így csúszik a karakter, most kizárólag a DLC-s tartalomra fogunk fókuszálni, meg hogy mit hozott ez a Director's Cut. A PS4-es kontrollerhez képest a PS5-ön játszani, PS5-ös kontrollerrel. Igen, igen, most itt voltatok, srácok, láthattátok, hogy milyen volt platinázni a játékot, vége.
Aha, így lehet állások között választani. Jó, hát biztos, hogy fogok szenvedni egyébként, amíg visszarázódok. Igen. Igen, így lehet imótokat nyomni. Így lehet elővenni, meg eltenni a fegyvert, simogatni kell a touchpadot. Tudunk furuljázni. És hogy kell a állatot hívni vajon? Megvan! Megvan! Ah, nagyon jó ez a vezérlőszél. Ahogy ezt kitalálták, srácok. Nem semmi. Igen, PS5-ön csapatjuk most a PS5-ös Tsushima-t. Ú, nagyon durva, ahogy így a kontroller így visszajelez. PS4-es verziót mennyibe kerül felupgrade-elni PS5-ösre? Nem tudom. Nem tudom, skacok. Összecsapás. Na nézzük! Ez az! De jól néz ki! Te jó ég! Te jó ég! Grafikailag sok különbség van? Brutális! Brutális! De nekem csak azért brutális, mert hogy sima PS4-en játszottam. Petya. Ahhoz képest, a sima PS4-hez képest a grafika egyszerűen valami elképesztő. Hogy is kell? Láttátok, hogy lerázta a vért a pengéről? Már emlékszem, hogy miért szerettem ezt a játékot. Jesus. Na most gondoljatok bele. Rengetegen imádtak fotózni ebbe a játékba. Mert gyönyörű a játék. Ott azok a kis tűz részecskék, ahogy szállnak, nem tudom, hogy mennyire látjátok, de a parázs. Jesus. Brutálisan jó. Most kell szállni a Tsushima-t, gondolkodom a PS5 upgrade-em. Hát figyelj, Petya. Ha bejön egyébként a Tsushima, így a sima verzióba, akkor érdemes upgrade-elni. Tényleg, ha így nagyon adja neked ez a feeling, akkor az upgrade-del elképesztően jó lesz. Szia, Keros! Mikor lesz kérdések, azok nagyon bénák, srácok. Mert hogy elég megnézni a menetrendet, csak mondom. Csöcs! Samurai Ahagetsz csöcs! Azt nézzétek meg.
szomorúak lehetnek a Microsoftosok, hogy nem náluk jelent meg ez a játék először. Na, a gyere, ló! Még 4 kilométert kell mennünk. Ja, egyébként sokan nehezményezték azt, hogy nincsen japán száj szinkronizálások, tehát nincsen ilyen nyelv vagy száj szinkron. Amikor úgy mozog a karakter ajka, hogy ahogy így mondja a japán szavakat. Na most már az is van, szóval aki esetleg amiatt nem játszott japánul a játékkal, most már ez is benne van ebbe a Director's Cut-ba. Ezek fejenként 6 gyermekes szerető családapák voltak. Hát kalapú rosár, most már nekik mindegy. Ahogy egyébként a színekkel játszanak, az egyébként nagyon durva a Tsushima-ba. Tehát, hogy vannak ilyen területek, és mindegyiken van valami kis eltérés. Van, ahol lila terület vannak, cseresznye, fák, vagy hogy hívják azokat. Van, ahol ilyen sárga. Na, ő már vezér mongol. Én úgy emlékszem. Na most lesz vicces. Milyen sasokról magyaráz ez amúgy? Ezek a sasok régebben is voltak, hogy mit csinálnak a sasok? Miért legyek? Mi van? Sas. Sasok. Haló? Sas? Minden oké? Okay? Ugye ez a sas egy kicsit beszédült. Nem amúgy, igazából ez nem ilyen kötözködés, vagy bármi esiketli, hanem úgy egy kicsit kizökkent, hogy látod, hogy így beszél a karakter, és így nem mozog a szája, vagy máskor mozog, és az egy kicsit zavaró. Hát amúgy igen szép. Ez amúgy igen szép. Ez a tüzes rész. Ez igen gyönyörű. Hogy telékedik? Nagyon frankó mindenki rossz. Remélem, hogy nálad is. Nagyon frankó minden. Pont most kezdtünk bele ebbe a Director's Cut csekkolgatásába, hogy így milyen. Nem tudom, hogy kell hílelni. Ez nem az a gomb volt, amit én kerestem. Valahogy lehet hílelni magam, de hogy hogyan kell, a fene se tudja. Igen, látványos. látványos volt nagyon. Go.
Nagyon zavaró volt, nagyon-nagyon-nagyon zavaró volt. Nem is egyébként gondolkodtam azon, hogy japánul játszom, és amúgy lehet, hogy a Chernobylite-t is angolul kéne játszani, hogy ha esetleg valaki nem is tudja figyelni a dolgokat, akkor is nagyjából hallja, hogy mi történik, hogyha éppen nem kommentálok mindent. Lefele nyíl. Aha, tényleg. Köszönöm szépen amúgy, Inferno. Ja, hogy Sali nyubi, bocsi. Szóval, hogy Inferno akartam válaszolni, szóval, hogy a Ubisoft tanulhatná az SP-t, a Sucker Punch, azt hiszem. Nem tudom most mi a cél egyébként a Ubisoftnak. Kisajtolni mindent a Tom Clancy-ből például. Jól van. Na, hát eleget mentünk egyébként. Most már oda megyünk fast level-lel. Párbajoz Ryuzóval újra lehet próbálni a csatákat. Én már erre nem is emlékeztem. Újrajátszás, párbaj a fullasztó lába. Csinálunk egy ilyet. Csinálunk egy ilyet, utána pedig nekiállunk a küldetésnek. Akarok egyet harcolni, hogy ne legyen iszonyatosan nagy meglepetés egy-egy fight esetén. Mert látszólag most nagyon játszad, vagy mi az? Nagyon könnyen el tudtam verni mindenkit. Ban Kai! Azt a rat. Yasumasa! Azt a rohadt milyeneket nyom ez a Yasumasa. Azaz, játszik könnyedséggel, azt kerestem, csak... Nem ugrott be. Iszonyatosan látványos, srácok. Egy-egy csata. Ilyen, hogyha jó időben dodzsolok. Yeah.
your life in a castle. He made you soft. The more you out of breath. Ó, azt a rohadt. Hát ez durva. Menjünk inkább új területre, azt ott kenjék el a számat. Hát csak meg lesz ez. Elfelejtettem, hogy nem csak kisütéseket lehet csinálni. Nagyot is. Azok van a pirostól, nem lehet menekülni. Elgondolkodható egyébként, madari. Hoppá! Oké, okay, hát ez elég csúnya volt. Kettő akarat erőért fel is tudnak éleszteni, szóval nem biztos, hogy megéri. Minden esetben elhasználni. Jézusom! Hát amikor egyeket, ilyen kisütéseket nyomtam, sokkal jobban ment. A naggyal jól ki lehet zökkenteni. Ó, ez brutális, srácok. Ez brutális. Egy-egy ilyen csata. Most nagyon szépen kapja a srácok. Olyan közel jártunk. Addig jók vagyunk. Woohoo!
mondjuk pont piros volt a szemét. Azok Szent János bogarak ott a háttérben? Ott is van! Ott is van! Vigyen, köszi szépen a rédet, üdv mindenkinek, srácok! Ja, valószínűleg még ma megtárgyaljuk ezt, Madari, hogy hogy legyen. Fú, ez jó volt, srácok. Öt, 4-5 másodperc volt a fast travel. Az komoly. Üdv mindenkinek, srácok, sziasztok, sziasztok. Mióta csináltatok? Ez jó volt. Már nem is emlékszem, hogy mi a különbség itt a stance-eknél. Bizonyos típusú enemik ellen kell stance-eket váltani, igaz? Valami ilyesmi, nem? Pajzsosok ellen a vízállás jó, meg ilyenek. Ó, Valheim-eztetek, nice. Ó, köszi Stélon, szia. Ja, akkor jó rémlet. De azt hiszem az utó, a final bossnál kellett majdnem, hogy minden stance-t kihasználni. What's happening here? Vizsgáld át a települést. Jót. Mongol yurt. Egy mongol jurta. This color. Aha, hol a nagyok ellen kellett. Some kind of restraint on her. She bit her tongue off. Bled to death. What did these people endure? Úgyhogy most srácok, a mai Tsushima streamben nem fogjuk az alap játékot így érinteni. Az előző pár percet leszámítva. Samurai! Na végre! Egy jó fight mehet, 1v1. Az a durva, iszonyatosan feelinges, ahogy így rezeg a kontroller. Ugye a cinematik alatt, ahogy a pengét előveszi, srácok, úgy, hogy is mondjam, rezeg. Mert nem rezeg, hanem úgy jelez vissza a kontroller, iszonyatosan menő. A sajánok kántáló transzbe esnek, hogy felszítsák a szövetségeseik szellemét, akik ettől harciasabbak lesznek. Hát elkalapáljuk a sámánt, haló. Amúgy meg kell nyomni ezt a nem tudom mit. Ez nem az volt. Hihi. Mit kell nyomni? Hello. Sámán, te... For Nanit Zeng! Hát a Shaman az free elo volt. Ez az Teddel akardot. Korsó! Ez az, már emlékszem. Azt éneklik, hogy korsó, és van ijász is. Az nem jó. Szóval van ijász korsó.
És van itt egy olyan is, hogy van ilyenünk is. Az most nem elérhető, mert hogy nincs elég olyan akaratom. Na, szóval kell egy ilyet nyomni. Korsó. Oké. Alakul a korsó. Korsó! Nagyon torokból nyomja. Hát, haló? Hihi! Szellemárás? Balancsolsz? Milyen szellemárás? Ja, hogy üljek eleget sebzés nélkül. Ja, hát ezzel nem lesz gond. You won't torment anyone else. Ez torokének? Ez tényleg torokének? I need to find out who these invaders are. Nagyon menő volt. Most már csúcsuma a szelleme. Ja, direkt. Direkt csúcsuma, mert hogy ez már nem simán Tsushima, ez már csúcsuma. Nagyon menő, ahogy itt kántál a sámán. Nézzétek meg, tiszta vér egyébként a felszerelésem. Aj, nem, az sár. Ilyen szép részletes, azt nézzétek. Szevasztok, srácok. Ez nagyon komoly. Gyújtóolaj. Hát azt tényleg azt használtam. Csúcsuma. Nyugalom. Tüzes nyíl. De Isten. Szegény csávóra rádobtam valami gránátszerűt. Azt se tudom már mik vannak. Dobás, petárda. Szélcsengő, fekete porbomba. Mérgezettű, nehéz nyíl, tüzes nyíl. Jó. Tényleg pampafüvet lehet égetni. Hát tényleg. Tell me what you did to these people. They heard the call of the eagle. Meghallották a sas hívását. Is he your leader? She will lead the eagle tribe to your shores, with all of Iki Island at her back. Ez az a játék lesz, amin ismét több streamen keresztül csak azt mondom, hogy úristen, meg oh my god, meg ilyenek, tudjátok, amit így a nem is tudom, videósok szoktak csinálni, hogy úristen, nagyon komoly, amúgy tényleg ez most itt nagyon komoly. Visszaemlékszik az apjára. Director's Cut az abba különbözik, hogy van PS5-ös támogatás, plusz terület, és hát ha minden igaz, benne van a Tsushima Legends is, 4K felbontás, 60 FPS-sel, 3D audio, japán nyelv, a szájra illesztett japán szöveg, és a kontroller támogatás. Came as soon as I heard. Those people. És most egyébként PS5-ön játszok.
don't know if they will recover. A grafika, amit látok, ez a PS5-ös grafika. Ami egyszerűen elképesztő. Mármint, hogy lélegzetel állítok. They hate the samurai. I know. My father led the campaign to pacify them, and he... He died on that island. Ó, hogy az apja az Iki szigeten halt meg. Now something monstrous has taken root on Iki Island. Szevasztok, szevasztok, skacok. Iki sziget feloldva. Egy titokzatos új veszély ütötte fel a fejét Iki szigetén, ahol sötét titkok és rejtett zsákmány várja azokat, akik sziklás partjaira merészkednek. Clan Sakai is not welcome on the Iki Island. If I want to wear the Sakai armor there, I need to conceal the clan markings. Jó, hát nem Sakai armorba vagyok. Jin a Yarikawa klánból. Elrejti a Sakai páncélodon levő Sakai klán jeleket, hogy Iki szigetének lakói ne ismerjenek fel. Ez hogy lehet vajon hozzáférni? Jó kérdés, mi? Lehet a megtekintésre kellett volna rányomni inkább. Tök durva egyébként, hogy egy képességem, ami egyébként ott van a jobb alsó sarokban, úgy töltődik, hogyha nem hitelnek meg. Tehát akkor tudom használni, hogyha nem is tudom, 8-szor nem tudnak eltalálni. Nagyon jól össze van rakva, jól ki van találva ez az egész harcrendszer. Are you sure about this, Lord Sakai? Iki Island's no place for a samurai. Akkor így szigetére anonimaként, vagy animeként. Hú, ez most magas nekem gében. Egy hosszú történet sorra készülsz belevágni Iki szigetén, az ellenfelek kegyetlenek és a legacélosabb harcos erejét is próbára teszik. Mehet. Amúgy nem tudom, hogy itt a nehézségnek van-e köze ehhez a területhez. Utolsó előtti nehézségen játszom egyébként a játékot, majd megnézzük, hogy ez egyébként pontosan mit jelent. Not surprising. The Eagle Tribe is doing something horrible there. Whatever they're up to, they've angered the Kami. But don't worry. I've sailed through worse. Come, Kage. Tényleg Kage-nak hívják az állatomat, azon, ami... Ahogy is hívják, az mit jelent? Valami jelentéssel bírt az élet. Fullas. Most itt nézem azon a monitoromon a játékot, ami így nem a gamer, de hogy így elképesztő a szín, a képi világ. Ahogy remeg most a kontroller. Bocsánat. Esküszöm, próbálok nyugodt lenni, hogy ne fanboyoskodjak itt ennyire. De nehéz. Mert iszonyatosan feelinges ez a játék. Remélem nem lett baja a pacinak. Kage! Kage! I hope you made it ashore. A víz, ahogy hullámzik, az jól néz ki itt. A távolban annyira. De nem nagy szem. És most nincsen... szellő sem.
Tehát itt gyakorlatilag csak így vonszolnom kell magam ezen a területen. Még mindig nincs szellő. Szia Shadowtrat! És még a térképet sem látjuk jelenleg. Csempészodó. Aha, Iki feljegyzés. Hát nyilván rossz gombot nyomtam meg. Angsar Katun, a nagy mongol nemzet sasa, az áldott sas törzs vezetője forró üdvözletét küldi Iki népének. Szóval Angsar Katun. Ő a mongol nép sasa. Sasa. Ó, tényleg, ha már Valheimről beszélt Vigyen, vajon jött content azóta a játékhoz? Ezt vágom, hogy patch-ek jöhettek, vagy jöttek. És már az első terület, ahova jöttünk. Itt már rögtön az a triggerrel játszadozik a játék. Megpróbálom nektek mutatni, bár ez nagyon távol van attól, hogy átadjam nektek az élményt. Már most visszalökte az ujjamat, már most nehezebb nyomni egyébként az R2-t. És ezt is nagyon nehéz nyomni. Ahogy így a játék kezeli triggereket, az olyan brutális. És ezt így megtapasztalni is, kacok, hogy a játék vezeli a triggereket, ez egy teljesen next gen dolog. Megjöttünk. Igen, ez PS-ot. Ez PS-ot, skacok. Visszatérés Iki szigetére. Vizsgáld meg az új mongol fenyegetést. A Sakai erőd nincs messze. Ja, brutális a grafika, brutális. 4K 60 FPS. Igaz, nálam most nem annyiba fut, mert nincs 4K kis kijelzőm. De képes arra. A szellem legendája még nem érte el Iki lakóihoz, így tiszta lappal kezdheted legendád újraépítését. Na ez jó lesz. A legenda újraépítését azt egyébként szerettem az alapjátékban is. Ott kezdünk, és kettő küldetés már most is van. Új felfedezési technikák érhetőek el a speciálisan Iki szigetére. Szerusz Potato Gamer, Iki történet... A sas víjogása egy elveszett barát. Igen, meg kéne tanulni találni a lovat. Lovas roham. Keresd meg a hajót, amelyik Ikire hozott. Illetve a sas víjogása. Szerintem az elveszett barát, arra fogunk rámenni, azért a ló az mindig jó, hogyha van. Kage, we'll find you. Ott vannak a kis majmok, azt nézzétek. Ezek ilyen, hát, én nem tudom, hogy az oroszlán királyba hogy hívták, de ő volt az, aki így megkente Szimbát. Hát ilyen, az a pávián, nem? Ezek a páviánok, nem, srácok?
Gében. Azaz, a piros hátsójú, piros a seggű pávián, azaz. What's wrong? I was just here. It's the edge. Did she fall? No. No! Your mind is lost. Like the people in Tsushima. I'm sorry. Down. Reméljük, hogy gyorsan meg lesz a lovam. És itt már van is... vannak is farkasok, ha minden igaz, vagy rókák? Nem tudom eldönteni, hogy ez most róka vagy sem. Rákok is vannak egyébként. Hát... ez olyan... hát nem tudom, olyan hiúzosnak tűnik. Na, eljátok, megpróbálom meglesni. Hopp! Melyiket is kell megnyomni? Na nézzük, hogy ő akkor most micsoda. Na menj már! Cica! Kalács cica! Cica! Hát azt nem tudom, hogy Rafikkel vagy sem. Itt lehet harcolni. Összecsapás. Küldjed a legjobb harcosodat! Nyomom a háromszöget. Gyere rám! Ez az, gyere rám, Béla! Ez ennyi volt. Legalább kielveztem. A szellemállást. You're going to be all right. Ez is építi a szellem legendáját, hogyha minden igaz. Milyen koponyás kis fityelgők vannak a kardomon. Így van, ez is építi a szellem legendáját. Makákók, azt mondod, olyan pirosseggű páviánosnak tűnt. Madar ide nem értek hozzá, hogy őszinte legyek. Hát ott is van valami. Jó, nem szabad, nem szabad. Egyelőre küldetések. Nehéz fókuszáltnak lenni. Vagy mi az, amit akarok csinálni. Nagy valószínűséggel ezt is kimaxoljuk, ahogy az alapjátékot. De egyelőre rámegyünk a fő küldetésekre. Szevasz, Sodró! Mi újság van? Nagyon tetszik a Directorskát? Hangulatos ez a sziget, azt mondod? A boat that brought me here. Kage! Where are you, boy? Drowned in the storm. Ja, látom, a 3D audio csak sztereó füléssel, illetve USB-vel érhető el. Most már látom. Another I failed to protect. He died in service to Tsushima. Hát nagy valószínűséggel maxolások lesznek itt, Sodró. He has to be alive. Maybe he left tracks in the sand. I know those tracks. Kage survived. Iszonyatosan feelinges volt annó is ez a játék. És most így a PS5 nagyon sokat hozzátesz. Where did you run to, boy? Minden igaz, akkor PS4-en is lehet játszani a Director's Cut-tal. Jaj, hát követni kéne a nyomokat, viszont a nyomkövetéshez meg kell nyomnom ezt. És akkor látjuk, hogy arra mehetett. You stopped to graze. You must have been calm. Igen, PS4-en is megy ez a
ez a sziget, tehát hogy nem maradnak ki a PS4 tulajok ebből a kalandból. Csak nagyon durvák a sztori, meg olyan agyrobbanás, hogy kb. 2 órát ültem a gép előtt, és mi van? Figyelj, gépen az már nincs messze. Most gondolj bele, már egy hónap sincs, hogy meg lesz a PS5-öd. Már egy hónap se. You fell. Or rolled. I hope you're all right. Japán makákók voltak, azok bíz bennem, mert hogy a pávián nem is élt Japánba. Ó, oh, aha. A makákó egyébként is aranyosabb, mint a pávián. Mármint így név alapján, madari. You there? Quiet! He'll hear you. Kágyó! The Eagle Tribe is hunting us. A nyíregyházi állatkertben hatalmas boák. Meg pitonok vannak egyébként, madari. Olyat nem akarsz otthonra? You did a fine job killing it. Not me. Tetszett az Astro Playroom? Na ná. Nagyon fullos játék Shadowtret. The horse. Which way did he go? Up the hill. Toward the Mongols. Thank you. If you find that horse, give him my thanks. Szóval a ló megmentette a földművest a kígyótól. Na, kíváncsi leszek, melyik játékkal fogsz kezdeni majd gépben, meg hogy melyik hogyan jön be. 5 napot vártam a gépre tavaly szeptemberben, rendeltem meg, és februárban kaptam készhez. Nekem nagyon nagy mázlin volt, úgy gondolom, a másfél hónap várakozása, már is felejtettem, hogy jöhet. Szóval pont a mongolok fele ment egyébként a ló. Olyan zavaróan közel van most a kamera a karakterhez, ezen nem lehet szerintetek állítani? Footprints. Mongol. They were surprised. Then gave chase. Skull's broken. Hát gondolom, igen. Kage egy kicsit fejbe nyomta. Már 4,5 méteres tigris pitonom volt, de már sajnos nem tartok kígyókat, mert nem férnek el a lakásba. Azt mondja, térek vissza a nyomokhoz, hát de hát itt vagyok. Vagy itt még valamit néz? Nem, hát biztos nem. Szóval a mongolok azok erre mentek. És valamerre egyébként elszaladt a ló. Kage, he needs me. Or not? De jól néz ki. Nem is emlékszem egyébként, srácok, hogy... Lehet-e targát lokkolni? Lehet? És mivel lát? L3-mal? Az eredetiben nem volt, most viszont lehet. Aha. Mert nagyon úgy viselkedik most a játék, vagy lehet, hogy régebben is úgy viselkedett, hogy így nem összpontosít a célpontra. Csak már hogy lehet, mert most így nem tudom, sehogy nem áll kézre, hogy lokkoljak.
Ja, ez nem spoiler, de én beszívtam, szerintem nem lehetett az eredetiben, nem lehetett, így ebben nem próbáltam, viszont sokkal nem vált harc közben fegyvernemet. Ó, az eredetiben is volt fegyvernemváltás, de az főleg a végén. Na. Azt mondják, hogy other updates. Ezt írják egyébként. Itt az other updates résznél írták azt, hogy ilyen accessibility dolgokat hoztak be, alternatív controller layout, és hogy lehet target lockolni harc közben. Illetve voltak, akik azt kérték, hogy el lehessen rejteni a tegeszt a játék közben, és most már olyan is van például. Hogyha jól sejtem, akkor erre gondolt Stélon. Na majd kipróbáljuk, srácok. Az is benne van egyébként, ahogy mint a olyan érzés, mint hogyha Sakai megsimogatná a kontrollert. Tehát olyan volt, amikor megsimogatta a lovat. Lovasram, társadalomban az L1 gombot, és hogy aktiváld a lovasramot, és letarolja egy ellenséges csoportosulást. Na menj már! Nem próbáltam a Bless Unleashed-et. A lovasram idővel leszívja az akaraterődet, ha kifogy az akaraterőd, a lovad nem rohamoz tovább. Wow. Faster, Kage! Ez rohadt jó. Someone's in trouble. We need to help him. You have returned. Hello! Ő szerintem nagy darab lesz. Hú-hú! Eddig jó. Azért csak nem próbáltuk ki a... a target lockot. Felti, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, már a 15. hónapja. Üdv újra itt köztünk. 15 hónapja. Ez durva. 15 hónapja én már cushimáztam. Nem úgy emlékszem, akkor iratkoztál fel, amikor elkezdtem a cushimázást. Rosszul rémlik. Eregenek srácok azok a bizonyos szvegek. Igen, került be gomb remap is, hogy DS like legyen, akinek az fontos. Ja, mert nagyon-nagyon fura volt a kombat. Hát az, hogy a heavy attack a háromszögön van, a light attack pedig a négyzetem van. És akkor így, hát nem tudom. Mert ez nekem nagyon nem feküdt kézre, de az helyzet, hogy hozzászoktam meg, de most is hozzá fogok szokni. Szia, Csedi! Sziasztok, srácok! Ja, tényleg a Nióba is olyan. Bár azért én annyit nem játszottam. You're welcome. I meant him. But my thanks to both of you. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Jesszus. Runner, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Praise the sun. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Renner, a támogatásodat. Köszi szépen az ötös feliratkozás. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy FSN egy fajban egy fanboy, Jedi, Zsolé és... Praise the sun.
Punya feliratkozott valóságát lehetővé tetted ezzel. Köszi szépen, Runner. 400 órád van a Nióba. Ha kap valami PS5-ös upgrade-et, ami jó, 1-2, akkor egy picit szívesebben nézek rá majd újra. És játszom végig. Hát ugye a szalzokat azért csak illene. Kaptak? Micsoda? Micsoda? Komolyan? Hát ez elgondolkodtató így. Ez így elgondolkodtató. Pergessétek, srácok, azokat a bizonyos szvegeket. Nem. Jó. Akkor igazából megvan. Hiába szeretnék én szörzsözni, akkor lehet nyózni fogunk majd a DS3 után. Még a 120 FPS-t is támogatják? Azt mondjuk még nem néztem meg, srácok. A 120 FPS még sajnos nálam nem megy. De a konzol képes-e? Kövesd a vezérlőszeret, hogy állatszentélyeket fedez fel Iki szigetén, illetve IS próbákat fedez fel. Hát van pénz. Másra szerintem úgy se tudjuk elkölteni. Ja, de. El tudjuk költeni, mert van lovas roham. Akarat erőfogyás, illetve 10% eséllyel visszatölti az akarat erőpontot, illetve megrémíti az ellenfeleket. Köszi szépen a pergetéseket közben, srácok. Jó, azokat majd fel fogjuk fedezni, srácok, de most nyomjuk a küldiket. Te se tudtad bekapcsolni a 120 FPS-t? Ja, valószínűleg egyébként valami kábeles hülyeség van, bár gondolom te az eredeti PS5 kábellel próbálkoztál. Nekem valószínűleg egyébként kábeles hülyeségem van, hogyha mégse, akkor majd ki fogom deríteni szerintem, mert zavaró, hogy az nem megy. De majd megoldom. Ha esetleg megoldom és itt leszel, majd úgyis szólok róla, hogy mi volt a puti. Mi volt, ami kellett hozzá. Itt lesz a Sakai erőd. Bár ahogy látom, jobb lenne inkább másik oldalról megkerülni. Szia, Bambula! Én csak azért mondom felti egyébként, mert emlékszem, hogy éppen Tsushimán sétálgattam miközben. Miközben feliratkoztál a csatornára. Ez lehet, hogy így kampó lesz. Hát ott igen. Igen, ez kampó lett így. Kudbisz! Lehet, hogy ennek így kellett történnie. Lehet. Hát jól innásba raktak a mongolok. A szellem kardja. You. No, you the eagle.
The scouts you sent to Tsushima. I killed them. Khotun Khan is dead. We defeated his army on Tsushima. Tomorrow, a thousand samurai will join us on the shores of Iki. Surrender, and we will spare you. A sasset csaj. Your journey was hard. Drink. There are easier ways to kill me. I do not harm my guests. Még hozzá az egyik szemére vak csajszi. What did you give me? My sacred medicine. A szent orvosságát adta neki. Valami drog lesz egyébként. This is the easy part. Bedrogoztam. You were broken long ago. I release your spirit to travel the underworld. Face the judgment of your ancestors. Mondom. Jin, help me. May your death benefit all beings. Jól nézett ki egyébként, ahogy a vér áztatta a szirmokat. I told you not to come. Lucky for you, I didn't listen. I borrowed the first ship I could find. What's wrong? What did they do to you? The Eagle Tribe's leader. She fed me some kind of poison. Let's find you a healer before they come back. My katana was here. Look around for the rest of your things. Olyan egyébként, mint hogyha a cinematic az 30 FPS lenne. Drew them out to investigate. De a játék az... az legalább 60. Alright, let's go. This way. After all these years, Fort Sakai is still here. You know this place. My father built it. Ah, of course. Ez lenne a Sakai erőd? Aha. Ez az. Is anyone on the island fighting back against the Mongols? None that I know of. Yet. So you haven't found allies? No. A játék gyönyörű. Gében. Hard to gather support because of your father. Give me a hand with this gate. When will the other samurai get here? Others. Yeah, yeah, Jedi. I didn't tell anyone. Köszi még egyszer a módjánál a támogatásodat. Was your father killed at this fort? No, we were ambushed in the canyons. So you were there with him. This way. Where to? There's a ravine across the yard. We can escape that way. Interesting. I'll follow you. Hova? Mit? Losing your father in an ambush. I can't imagine how painful that was. Sometimes I can't either. Try climbing down. What do you see? Why didn't you help me?
kill me. I wanted to save you. Mindjárt lelöki a Chelsea. Ez is egy álom. Something's wrong. You. You poisoned me. To open your mind. These visions are just the beginning. Without my help, the fear and pain will overwhelm you. Let me guide you through the horror. Purge the guilt from your spirit. Make you whole again. Just as I have done for all my shaman. Then we will... Sámánt akar belünk csinálni. And finish what your father started. Help me defeat the raiders of Iki Island. Elég beteg ez a sztori, ahogy így indul. No! Jill! Ilyen 4-20-as. 4-20-as ez a játék. Ez a sziget. Hogy lépked? Kazuma's doubted you, and you proved him right. What kind of samurai watches his father die? Hát nem tudta megmenteni az apját. He sailed home with his body. I wished I had drowned. Soft, clumsy. If he dies in battle. Your father never. Ú, de jól nézett ki. Everything you do tarnishes the Sakai name. That's a lie. Jin, hurry! I'm coming, father. Ez a halúzós rész nagyon jól néz ki. Szervusz, Patrick. May your death benefit all beings. És közben egyébként a kezembe dobog Jean-nek a szíve. You all right? Tenzo. The eagle. She's close. We better go. I know someplace safe. You weren't looking so good. I let you rest. Végre lesz itt ezen a területen is egy barátunk. You're used to talking that way to people on Tsushima. But not here, samurai. I don't even know if you're real. Draw your blade. Find out how real I am. If you're from Iki, you know who won the Battle of Cloud Forest. Rained 2 weeks straight before that battle. Flash flood killed samurai and islanders alike. We all lost. My turn to ask questions. What's a samurai doing on Iki Island? The Eagle sent a scouting party to Tsushima. When I saw what they did to our people. Jedi, köszi szépen az 500-as csírt.
Köszi szépen a támogatásodat. Zöld. She made me drink it. And you can still hold a conversation? First time I've seen that. Úgy néz ki, hogy mi vagyunk az elsők, akik jól viseljük a mérget. I won't let that stop me. How long have the Mongols been here? Few weeks. Wiped out most of the raiders. My crew are the last holdouts. I can help you fight back and drive the eagle from Iki. A samurai helping raiders. Anything to stop the eagle. Mi nem vagyunk szamurájok igazából. Let me think about your offer, Jin from a Yarikawa. You're not slipping away that easily. I need to find more survivors. Mert hogy inkább szellemek vagyunk, nincsen szamurájok. Szamurájok máshoz, máshogyan állnak a dolgokhoz. If the eagle's poison doesn't break you first. It won't. A sas víjogása. Vizsgáld meg az új mongol fenyegetéseket Iki szigetén. Technika pont megszerezve. Clear my head. Then meet Tenzo. Egy rabló visszatérte. Találtam Ikin egy lehetséges új szövetségest. Tenzo egy rabló banda tagja, akik hagyományosan nem szívlelik a szamurájukat. De mivel a sas törzs most mindenkit fegyeget Ikin, Tenzo beleegyezett, hogy elvisz a bandához, hogy csatlakozhassak és velük együtt harcoljak a sas ellen. Ja, szóval, hogy a banda alatt azt érthette, hogy rabló banda, értem. I can't let the Eagle tribe destroy this island. Szín kavalkád, skacok. You ran from your father's death for years. There is nowhere left to run. The nightmare will grow worse. Zasó folyó. Your father's death alone? Without my wisdom, you will lose your soul to madness. The visions, they're still happening. Ja, ja. Are you lost without your father to guide you? Looking for redemption? You won't find it here. Szépen néz ki nagyon. És ettől a halucinálós résztől olyan... Hát, hogy is mondjam, sejtelmes lesz ez a terület. Ölj lángoló ellenségeket. Valahogy beleegyújtani a kardunkat. Viszont a Figaro. Na gyere Figaro! Figaro! Az nem jó. Várjál már egy kicsit. Nem tudom, nem enged lockolni. Lehet, hogy ezt külön kell bekapcsolni, a target lockot. Nézzük csak, srácok. Okay. Our modest fellowship expands.
praise the sub. Károsz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen, köszi szépen. A 11. feliratkozás ajándékozásodat méghozzá. Köszi szépen, hogy ezzel Nápolyi 21. hónapját lehetővé tetted. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szövegek Károsznak és Nápolyinak is egyaránt. Nagyon szépen köszönöm tényleg. Én is itt mindjárt megpergetem. Ott is van. Köszi szépen, Karosz! Na, ilyen irányítások vannak egyébként. Alternatív közelharc ez az. Ja. Meg van balkezes. Úgy peregjenek srácok a szvegek. Kamerasebesség. Bal és jobb kart cseréjének célzása. Akkor játékmenet? Közepes. Aló? Nehéz, rád kell rakni. Alacsony intenzitású harc. Ez nem kell. Fotómód. Oké, fotómód igyászat. Ott van. Célpont rögzítése. Nyomd meg a felső gombka. Igen. És aha. Váltás győzelemnél. Ha? Ezt ki kell próbálni. Köszi, még egyszer, Karosz. Jaj, az nem jó. Komolyan megláttak? Pozsó! Hát ez korsó. Hát ez szívás, azt hiszem. Az nem jó, hát nem jó, hát nem tudok kijönni onnan. Szóval, hogy tüzesen kéne megölni az enemit. Tudom, ez így jó lehet? Ez így jó lehet? És ott a madár. Hát... Ugye ez a küldetésünk? Nem. Nagyon nem ez a küldetésünk, úgyhogy kikerüljük. Hát feljebb raktam a nehézséget a Colibri King, úgyhogy azért is lett ilyen nehéz. A Kagen mit jelenthet, skacok? Tudom, hogy jelentése volt a ennek, amikor elneveztem a lovamat. De most így nem ugrik be. Árnyék, aha, köszi. Olyan színű is lesz akkor, amilyennek elnevezem.
Köszi szépen, farkaskák. Egy jó összecsapás. Ups. Várjál már! Ha tényleg van target lock. Ez nem az a gomb. Oké. A szemét mindenedet? Ja, hogy külön lehetett... külön lehetett szint és neveltel, aztán ezt hittem, hogy a név alapján... lesz a színe is a lónak. Na gyere! Horsó. Na. Ez mi? Furujázás. On our walks. My mother would regale me with funny stories about the. Köszi szépen, farkas kölyök egyébként. Billensd a vezérlőt fel és le, hogy változtass a furja hangszínén. Micsoda! Micsoda! Ja, látom, ott van! Azt a... Ez a mechanika mennyire komoly már? Mennyire komoly már ez a mechanika? Oké, értem én, hogy csak annyi, hogy emelgetem a kontrollert egy picit, de hogy egy vizuálisan mennyit hozzátesz? Szia Csószer, hogy tetszik a DLC? Elég király, eddig. Főleg, ami igazából megdöbbentő az az, hogy így mennyire durva különbség van sima PS4 a PS5 grafikája között. Nekuma vadászata talizmán a macska kamiáldásával dobi dobókést egy célpontra a láncorgyilkosság során, hogy megnöveld a hatótávolságot. Ez szépen. Cecákok! Üdv mindenkinek, srácok, hali-hali. Sziasztok! Szóval ez volt egy ilyen macska szentély. Aha, tehát itt nem róka szentély, hanem macska szentély van. Na jó, van, menjünk rá akkor. Tehát, hogy az a feladat, hogy vizsgáld meg, kösz szövetséget Iki rabbolja, és győzd le a sast. Hát ez csak ennyi. Próbálok rájönni, hogy hogyan tudom áthozni a PS4 mentésemet PS5-re, ebből plusszal megoldható valahogy. Nekem annyi volt, hogy belementem a játék menüjébe, és rányomtam, hogy töltse be a PS4-es mentéseimet. Mondjuk nekem abban volt szerencsém, hogy a PS5-ömön rajta van az összes PS4-es játékom mentése. Én pendrive-ra kimentettem a mentéseket, volt vagy egy óra PS4-em. Aztán be is importáltam. És így igazából
Nekem ez így tök könnyen megoldódott. De ha volt PS pluszod, akkor elvileg automatikusan szinkronizál a konzollal a felhőbe, és bármikor beaktiválod a PS pluszodat, akkor azokhoz a mentésekhez te hozzáférsz. Ez akkor szívás, hogyha úgy játszottad végig a Tsushimát, hogy nem volt PS pluszod, és akkor azok a mentések ugye nincsenek a felhőbe. De jól néz ki. A legtöbb játéknál trükkös a dolog, komolyan. Nekem mázim volt akkor a Tsushima, mert tényleg megnyomtam, hogy importálás a PS4-re, az csámán működött is. Beléptem, azt kaptam az achievementeket. Vagy mi? Trófeákat? Trófeákat, azt hiszem. De a Nioh 2-re a PS4-es verzióval fel kell tölteni a mentést, nem kell hozzá PS Plus, majd update-elni PS5-re és visszatölteni. Furán hangzik, ott van egyébként. A Bloodborne-om is egyébként csak annyi volt, hogy elindítottam a Bloodborne-t, azt már ott is volt. Mondjuk az nem PS5-ös verzió, de akkor is működött. Tsushima-nál az első, aminél úgy működik, hogy az ember elválná. Ja, értem. Igen, a Bloodborne-hoz nincsen PS5-ös upgrade, azért megy gond nélkül. Mert ugye átkonvertálja a mentéseket. Szia, Andy. The least they deserve is a proper burial. Won't be long. I'll help you. You don't have to do that. I know. I want to. Na, ez jó tudni egyébként, hogy van a Nioh-nak is PS5-ös verziója, mert kíváncsi vagyok, az brutálisan nézhet ki. A Nioh 2 olyan szép játék, hogy... Jó, nem szebb egy Tsushima-nál, de azért... Gyönyörű. Rere, Andi, mi újság van? I didn't take you for a religious man. I'm full of surprises. You said you would think about bringing me to your crew. Have you made up your mind? That depends. Is the eagle's poison still affecting you? Yes. Jó, sötét van kint. Állatok kis ilyen sötét van, skacok. And I'll prove I can help you fight back. All right, samurai. We've got a ride ahead of us. Try and keep up. Where are you taking me? An old raider stronghold. We used it to hide from the samurai. Now it's keeping us safe from the Mongols. Szinte egészen borongós az idő. Mondták már tegnap, hogy véget is ér a jó idő, de nem gondoltam, hogy tényleg ilyen gyorsan. Álltok csószer, sőt a nap, aha. I heard. Neither side was innocent. There's some truth to that. I've never seen a pretty war. Hát nincs is olyan szép háború. Ja, csoda, ez a játék egy iszonyatosan menő játék. Szamurájos játék. Iszonyatosan menő és jól kinéző szamurájos játék. Ez az első PS játék, amit platináztam, Andi. Ez az, hogy mindent megcsináltam benne, ami csak lehetett. Nem korsó! Hát, csak eltaláltál te szemét. Nem. Okay.
Szóval, hogyha ez a keleti kultúra, ilyen szamurájos, de ez így bejön neked, akkor egy iszonyatosan jó játék. És most, hogy jött hozzá a Director's Cut, amiben kiesőt ready-vé tették a játékot. 4K 60 FPS. Brutális, brutális. Szia pupák, üdvözlő srácok. Nem is tudom amúgy mit lootolgatok. Szia Adria második. Mizus. Any outsiders find our home, we block the entrance and kill the witnesses. No exceptions. I hope she's more welcoming to invited guests. We'll find out soon enough. Is there another way in? Only by sea. There was a path years ago, before my time. Don't know if it's still there. It's worth a shot. How many samurai has this man murdered? Remember your father's attendant? His throat was opened while he slept. Kiderül majd, hogy Tenzo, azt, ahogy remeg a kép, nagyon durva. Szóval, hogy Tenzónak biztos köze lesz egyébként apánk halálához. Mivel nem mutatkoztunk be úgy, hogy Sakaiok vagyunk, hanem valami Yarikawai Jin vagyok, ezért nem... Nem fog ez ilyen gyorsan kiderülni, szerintem. It's the only stronghold on Iki that survived the Sakai invasion. Let's hope that holds for the Mongols. Micsoda? Komolyan vadafak névnap van? Na, hát boldog szülinapot, névnapot vadafaknak. Átadom majd a Siege-es haverjainak is. Samurai have to say shit like that. Do pirates have to mouth off? Just the clever one. Ezek a feladatok is azért kerültek be szerintem ide az Iki szigetre, hogy mutassák, hogy demozzák a kontrollert. Neat trick. I could use one of those. It was a gift from a brilliant friend. He passed. Sorry to hear that. Amikor így beleakasztod a kampót, és így a kontroller így visszalök. Hát ez nem jött össze. Hát szerintem oda kell ugrani. Majd én most 50%-os leárazás van az egyéves PS Plus, ha valaki felhőbe szeretné tárolni a PS4-es mentéseket. Én most vettem egy hete. Akkor még nem volt 50%. Hát én már csak így vagyok ezekkel az akciókkal. Ez sajnos ilyen. Mi a manó? Nem megvettem az egyéveset, mert mondom úgyis begyűjtjük majd a játékokat, aztán lesz majd vele csapatni. De akkor ezek szerint szoktak ilyen akciók lenni. Oké. Hát ez majdnem rippentyű lett. Mert nekem nem feltétlen van szükségem egyébként a PS Plus-ra. Csak a Siege miatt vettem meg. Szóval a legtöbbször, amikor PS-eztem, akkor nem volt PS Plus-om, mert hogy nem használom ki.
Hát el van nyáron és évvégén szokott, aha. Hát ez az akció üldözött engem. Jól, mert megszívtam, de hát ez van. Ez van. Igazából már megértem. Szerintem a konzolos siege-ezés miatt már megértem. Az szerintem hatalmas volt. Az hatalmas volt. How did you join up with Fune? We enjoyed the hospitality of the Sakai Inn together. You mean Fort Sakai? Terrible food. But we left with our heads intact. Most of the guests weren't so lucky. Jó, sok készlet van itt. Almost there. He is luring you into a den of murderers. They will kill you just as they killed your father. Ez a halucinálós téma, ez nagyon jól ki van találva. Rok nyomni kop. Ja, terv van, hogy majd meglássuk. Meglássuk majd hárman Pistivel meg Nessája. You don't have to worry about me, Tenzo. I promise. Good. Keep that attitude and you'll be fine. Just stay close. Keep your sword sheathed and let me do the talking. Na nézzük, mit szólnak hozzánk. A rablók. You brought a samurai here? Wait until Hune hears about this. I'll tell her myself. Get back to your posts. I'm watching you, samurai. Let's get you to Hune. Impress her and the wolves will back off. And if I don't impress her? Milyen kis egyszerű ez a rész. Ilyen kis völgybe költöztek be. Hát Tenzo egyébként menőbben néz ki, mint menőbb a többi embernél. Azért lenyúlom a vásznat. Check the drawers. I have a shirt you can strip down. Let's go, Chin. Finish with you. Was that your house? They needed more than me. There's Fune, watching us from her favorite perch. Tenzo, get your ass up here. Coming, Fune. Remember, be nice. Azt mondta, legyek kedves Fűnével. Én kedves leszek. Bejövök, azt már is elveszem a lootot. Úgy néz ki. Úgy néz ki, hogy nem tetszett. I can explain. I hope so, because right now I'm really curious why you brought us home. Ezzel az Iki szigettel beoszták a női vezetőket. Fight for us, not against us. If I wanted to come for you, you would know it. Shin. It's all right, Tenzo. I want to hear this samurai dig his own grave. I'm here because the Mongols invaded my home too. And if the eagle isn't stopped on your shores, she's going to bring her army and her poison to Tsushima. We can defeat the eagle and save both our homes, but only if we work together. He's your catch, Tenzo. What's your take? Maybe he helps us. Or he's skewered on a Mongol spear. And you get to brag about the Továbbra is egyébként menőnek tartom, hogy a PSS címek nagy része kap magyar feliratot. You're in, samurai. I hope you don't get seasick. When the next storm hits, we're taking every boat in this cove and attacking that Mongol warship. Sounds like a good way to lose half your men. Get me aboard that warship, and I can sink it. Tenzo. Kokas, javaslom a leírásba, csekkold, hogy milyen capture kárta van, és akkor onnan látni fogod, hogy hogyan oldom meg a dolgokat, de egyébként igen, capture kárda.
Ha minden igaz, akkor 4K 60 FPS-t is tud kezelni, meg 1040p 120-at. Ez nem is elvileg, ez gyakorlatilag is így van. The supply ship docks on the northeast side of the island. Look for a small inlet, steep cliffs. I'll meet you there. Fune. It has been a pleasure. Just watch your step, samurai. 60 FPS, 60 Hz fölé meg még nem mentem, mert nem jöttem rá, hogy hogy kell. De majd megcsinálom. A hírneved növekszik. Rendíthetetlen fiú. A bőséges készletek talizmánya. Kétszer annyi lövedéket kapsz lőszerfelvételkor. Ez szuper. Na. Pusztítsd el a sas hadihajóját. Tenzo bemutatott Funének és a rabló bandájának, akik reménytelen harcot folytatnak a sas törzse ellen. Meggyőztem őket, hogy segíthetek Tenzónak megfordítani az esélyeket, ha megsemmisítjük az Iki partjait felduló mongol hadihajót. Ez amúgy mehet. Azt nézem, hogy itt van valami mitikus történet. Sarugami páncél. Fune menedékében valaki történeteket mesél egy elátkozott sarugami páncélról. Meg kell találnom, és Na, nézzük csak meg ezt. Igen, vágom kokas, amikor a siege-eztem PS-en, akkor így nézegettem ezeket a dolgokat, de nem jutottam egyről a kettőre, úgyhogy elengedtem, és majd streamen kívül akarom meghegeszteni, de hogy így hiába állítottam bármit, 100, tehát hogy 60 fölé nem mentem. Tehát hiába írtak ki, hogy 120 FPS, meg ilyenek, de nem, az nem volt 120 FPS. Úgyhogy nem tudom, hogy a kábele a gond, vagy bármi ilyesmi. Ebben sajnos így most így nem tudok segíteni. Ezt ki kell derítenem, hogy mit kéne csinálnom. Beállításokat már nézegettem, a kábelek dugdott sása meg ilyenek lesznek még szerintem. Do you know the way? They say we can eat plenty and find a safety with the Eagle tribe. There is no safety with Mongols. If they're spreading lies, I will find this temple and put a stop to it. Oh! Szóval a szóbeszédből kaptunk egy küldit. Akkor itt is van valami küldi. Na, mit akar mondani? Don't bother going to the camp at Nagata Lake. Raided by Mongols. Did any survive? They did. Our monk gave himself as ransom to save us. A szerzetesük túlszulatta magát. If he's still alive. Na, megpróbáljuk visszahozni ezt a szerzetest. A mézsveresek capture kárja amúgy elég király. Ezt használom, hát 2-3 éve. Elég fullos. What's wrong with you? Look like you've seen a ghost. Last night, there were blue glowing lights out on the water. Like a pack of amoebae. Meg kéne keresni, hogy hol van az, aki így szóbeszédeket mond. A legendák történet mesélője. Ja, akkor az nem kell. Itt lesz jobbra. Valahol arra ott, ahogy látom. Na jó, nem tetszik ez a páncél, úgyhogy átöltözünk. Hát szerintem egyébként a Sakai klán páncélja.
Aztán mit így viselni fogunk. Ja, hogy itt van Gina Yarikawa klánból. Can't let them know I'm from Clan Sakai. Can't let them know I'm from Clan Sakai. Igen, nem tudom fölvenni azt a páncélt, hanem helyette a Yarikawás páncélszetet kapom meg, hogy ugye ne ismerjenek fel. De attól is a Sakait fogom viselni. Bár ez mondjuk béna. Clan sisak. Can't let them know I'm from Clan Sakai. Igen, azt nem tudjuk felvenni. Ó, ez menő. A Gosakus. Az áruló kalapja. Jó, marad ez a sapka. Oké, és most már mutatja a térkép is, hogy hova kell mennünk. Careful, my lord. Riku has a taste for warriors. What are you talking about? Black Hand Riku. Fekete kéz Riku. Kalóz kapitány. Iki Island from beyond the grave. Black Hand Riku. Didn't he die at sea years ago? That he did. I am Kashira. I sailed under Riku's bloodstained banner. Riku alatt szolgált. Still haunt my nightmares. Perhaps you can tell me the tale. Of course. I hope. Hogy hátra ment egyébként Jean leülni. Azt mondta, csak akkor mesélj el, hogyha elős a gyomrom. Always saving a morsel for his loyal companion, a vicious monk. Riku built his armor to honor a brutal Sarugami. This monkey demon inhabited his... A majom démon megszállt a páncélját. ...that drove Riku to take risks, tempting him with the spoils of battle, while pushing him to the brink of ruin. 6 years ago, Black Hand Riku attacked a refugee ship, its cargo, children. He threw the young ones overboard. Their samurai protector, he skinned alive. His crew watched in horror, yeah, while Riku's majom páncélzatot tudunk összeszedni. Tényleg most van valami wukongos film vagy sorozat? Ez tök érdekesnek tűnik. Nem tudom, vágjátok esetleg. But he clung to life, protected by the armor of the Sarugami. Riku set his ship ablaze and fled with his monkey while his crew burned. Jaj, az játék? Lehet, hogy amúgy játék. Csak olyan nagyon szép grafikája volt, szóval lehet, hogy... Bár mégse sorozat vagy film, hanem játékról van szó. Azt tudtam, hogy valami wukongos történet, ami így viszonylag érdekes számomra. Jól néz ki amúgy ez a páncél. Ezt meg kell szereznünk. Valószínűleg amúgy nem lesz egyszerű. Hát ez több, mint valószínű, hogy tegy, de most élom. Someone had to stop him. And no one has found his Sarugami armor? Many have tried, but they all fell victim to his wrathful spirit.
People say the monkeys of Iki are his eyes and ears. Ah. If that's the case, he already knows I'm interested. Where did the ship go down? I don't remember. A majmok fognak segíteni valószínűleg a páncél megszerzésében. Minato. She spends her time hiking Mount Takenotsuchi, trying to forget the horrors we lived through. Thank you for the tale. Be careful. The monkeys are watching. Black Hand Riku sees everything. Na. Azt mondják nekünk, hogy napló, fekete kéz Riku legendája. El kell hagyni a menedéket, és akkor már jók is vagyunk. Ez annyi, hogy... Arra kéne menni? Ez hülyeség, nem arra kell menni. Ezzel bárhol kimegyek, az nekem már jó. Egyre távolabbi pozíciót mond nekünk a játék. Itt át tudunk úszni vajon? Na itt már jobbak vagyunk? 90 méter... What? Ajaj! Szerintem, hogy bágos a játék. Jézus? Have you seen him? The ghost of Iki? The ghost of what? The samurai phantom hunting bandits. Tall as a tree. Eyes of fire. People camped by Kimono Trail saw him just last night. If he's that impressive, I'd like to meet him. Ikinek is van a szelleme, nem csak Tsushimának. Lángol a szeme, azt mondják. Ja, hát a játék valamiért azt mondja, hogy erre kéne jönnöm. Ó, látom már, hogy miért mondja ezt. Mert hogy itt van valami átjáró. Nem akarunk legendákat. Majd akarunk legendákat, de nem most. Utasd át a Takenotsuji hegyet. Ó, hogy így most fel is hozott minket? Aha. Na, akkor kell nekünk a ló. Gyere, ló. Bocs. És mi az irány? Hát, egyenesen előre. Nem tudom, hogy ezt vágjátok-e. Mint Tsushima játékosok, elvileg, hogyha ide jövök, azt nyomok egy ilyet, mondjuk arra fele. Nem tudom, tehát hogy ennek valahogy így kéne működni, csak lehet bele kell állnom a vízbe. Szóval ilyet lehet csinálni. És így tök jól át lehet menni a vizeken. Jaj, a Magic. Egy párszor... pár helyzetben azért... nem kis könnyítés. Szia, Báki, mi újság? Mi újság arra feléd? Nem mint hogyha attól kéne félni, hogy valami baziliszkusz van a vízbe, vagy valami hasonló. Nem tudom, ezek itt ellenségek?
Iki szigetének szelleme. Valaki Iki szigetének a szellemének adja ki magát a Kemono ösvény közelébe. Aha, aha. Jó, ezt most nem. De legalább tudjuk, hogy erre fele kell jönni. Quickly Kage. Quickly. Minden szuperságos, Baki. Most, legalábbis egyelőre, remélhetőleg sokáig, még türelmes vagyok. Most nagyon-nagyon türelmesnek és nyugatnak találom magam. Valami tűzel, nagyon. Öreg asszony, vajon mit akar mondani? De most kivált kép? Most kivált kép, Baki? Take him to Fune's refuge. He'll be safe there. Szóval azt mondtuk, hogy menjenek Funéba, amelyet meglettek mérgezve az emberek. Szervusz, Gábor! Kaptákosok lettek. Na, örülök egyébként, hogy minden frankó nálad, Baki. Ez jó hallani. Hát, elég easy-be kimentettük Minatót. Hú, de fura hangja van. Na most már jobb. For some long lost armor. I hear you used to sail under Black Hand Riku. Quiet. You hear you. So you believe the stories. Some nights I feel Riku watching me. I can hear his pet monkey sucking marrow from bone. Ahogy a velőt szívja ki a csontokból a majom. I swear those filthy monkeys are watching us. Do you remember anything about the night of the mutiny? Anything that could help me find his final resting place. We were anchored just off the northeastern shore. There was something. Észak-keleten volt valami a víz alatt, ami világított. Moon wasn't out that night. És nem a hold. It's not much, but it will have to do. Na, kitartás, pupák. Pihenj Minato tábor tüzénél az est leszállásáig. Na, nyomjuk. Japánok furcsa dolgokat tesznek. Hát úgy kezdődött az egész, Baki. Ide jöttem. Azt rögtön bedrogoztak. Azt mondja, felejtsem el a páncélt. Hülye vagy? Menőn kell kinézni. A stílus az fontos. Azt mondja, vetkőzzek le, hát. Rögtön valami szent teát kaptam, azt halucinál a karakterem. Ez a DLC, ez erről szól. Ott fogsz meghalni. Nagyon kedves, hogy köszönöm szépen. Ezeket a hangokat szeretem, ez azt jelenti, hogy itt ilyen gyógyos szentélyek vannak, haló? Gyógyos szentély. Mondom én, itt van. Gyógyos szentély. Kicsit jobbra, kicsit föl. Finom, tehát azt amúgy innen. Hegyoldali haiku. Hát akkor ez haiku, tényleg.
Na, azt kell mondani, összerakjuk a haikut, srácok. Sushi. Elmélkedés az elfogadásról. Na hát, lángy a fej, mered. Szikla kémlel fent, vagy levél suttog itt. Legyen a lángy a fej, mered. Lángy a fej, mered. Jó barát, legeltetett. Vagy, ha nem jó barát, legeltetett, akkor legyen, mik vannak még itt? Fehér ügy, csillog, bomlik. Na, az jó. Na, tehát lángy a fej, mered. Fehér ügy, csillog, bomlik. Aztán van olyanunk, hogy fasorvad, de él. Az éj hajnalt hoz, vagy a macska szunnyad. Macskás lesz. Lángy a fej, mered. Fehér ügy, csillog, bomlik. A macska szónyad. És hallottátok, mondta, hogy miau. Lehet ügyenséget kérdezek, de ami a képen mozog, ez a kék, akár micsoda, izé bigyó az micsoda. Na hát, Andi. Kezed, mint a villám. De Andi ott le is irattatta neked gében. A kérdésetek van nyugodtan egyébként. Az elfogadás fejpántja. Kösz. Na, mehetünk tovább. De merre is kéne menni? Bambi, itt van Bambi. Ott meg cica. Lehet cicát simézni? Nem. Ezzel csak meg akartam vakarni a hátát, de nem engedte. Köszi szépen amúgy, Andi. Your path leads to madness and death. What's happening to me? Hard to see glowing water by the light of day. Ez a remegés, egyébként, ahogy vibrál a kép. Nagyon jól meg van csinálva. De valahogy föl kell mennem. Keresd meg a víz alatti ízást az észak-keleti part mellett. De hogy nyoltad, nem nyoltad be, Andi. Ez a legegyszerűbb. Ez a legegyszerűbb, amit te csináltál. Jaj, hát ilyen szemkövetősdi ez. A szemkövetősdi elég fancy dolog. Elég fancy dologében. És tök jó, hogy vannak játékok, amik ezt támogatják. Már az is egyébként nagyon király lenne, hogy ahogy mozgatom a fejem, mozogna a kamerakép. De a legjobb feature az az, hogy tényleg látjátok, hogy hova nézek. A játékokban pedig a legjobb feature az aztán, hogy nem jelenik meg úgy bármi is így a képernyőn, például térkép, amíg oda nem nézek. Ú, de jól néz ki. Komoly. Tehát a víz alatti izzást az észak-keleti part mellett. Hát én már látom az izzást.
Már látom az izzes, de nem tudom, hogy hogy lehetne oda menni. Azt javasolja a játék, hogy ott menjek körbe. Úgyhogy most még futkosunk egy kicsit, skacok. Most nézem, csak úgy repül az idő ezzel a játék. Hát még csak most kezdtem bele, de már is 5 óra. Fene vinnél. Igazából, ahogy látom, ott is lemeltünk volna. Igen, itt gurulni kellett volna. De így is jók vagyunk. Haló, lefele. Nézd, itt mindenkinek skacok. Remélem, hogy jó leszek egyébként itt is. Light beneath the water. Maki. Oké, és jó, felemegyek. És most hogyan tovább? A mennydörgő szírtak. Riku was blinded. Maybe he saw just enough to follow the light, or his pet monkey did. Jó lenne gyorsabban úszni. A tippen nem kéne egyébként, jó, hogy ide följöttem. Oké, okay. Úgy néz ki, srácok, hogy... néz ki, hogy... nem ez az az út, ami nekünk kell. Ki kellett próbálni. Ki kellett próbálni, hát nem bírta. Jó, tehát, hogy itt mély volt. Amúgy pont erre számítottam, hogy majd valahol mély lesz a víz, hát ahova ugratom, ott pont nem volt mély a víz. Na, itt is fel lehetne menni. Ó, szerintem visszafele megyek. Nagyon szépen visszafele mentem. Hát a repülés az mély volt. Az abszolút. Azért ugrottam föl. Au. Miért ugrott? Ó, hogy oda föl kell menni? Hát kiderül még a végén, hogy egyébként még jó is volt, hogy felmentem. Na, oké. Okay. Ez jó. Ez jó, srácok. Úgy néz ki, hogy fel kellett menni, én meg nubaskodtam. Szóval azt mondta, hogy ugorjak és akasszam be. Ha ez lesz az az út. Csak nem láttam, hogy pontosan merre kell menni. És azt hittem, hogy lent kell a völgybe tovább menni. Valakiket a zuhanás éltet, gében.
Na nézzük, mennyire jöttünk jó irányba. Értem. Tehát azt mondja a játék, hogy oda. És ezt hogy? Á, biztos itt le lehet így menni. Így. Pont így. Nem pont így. De várjál. Itt vagyok. Feljövök, és rohadtul nem ide kell jönni. Minek jöttünk fel? Na, hol mély? Ott mély, ahogy látom. Ez mondjuk sok lesz, semmi gond. Engedd el! Na, az ott mély lesz, srácok? Szerintetek is? Na hát, ez szuper. Remélem most visszafele megyünk. Nem, most jó. Nem az volt, hogy jó lesz fent? De hát fölfele ott mutatja fönt, meg hogy 20 méter. De hát ez nem 20 méter, haló. Jó, hát igazából csak azt mondta, hogy ezen a területen kell keresgélni. Jó. Kicsit félreértettem a feladatot. Egy kicsit félreértettem itt a feladatot. A passage blocked. If I light the brazier, maybe I'll find a way through. Azt mondja, hogy be kell gyújtanunk a varázstartót. Tehát az tök easy, mert hogy rálövök egy tüzes nyelt, azt csókolom. És most, hogy ezt begyújtottam, miért is jó? Ja, hogy látunk a folyosón. Gondolom én. Nem baj, hogy félreértettem? Ja, mert azt hittem, hogy valami pontot akar mutatni nekem, de igazából csak a területet mutatta, hogy merre kéne menni. Azt mondja, hogy itt már páncél lehet ezen a területen. How can I start a fire? Tessék, így gyújt én tüzet. Ja, legalább meg lehet farkaskölyök, igen. Nagyon-nagyon sejtelmes a hang itt, tehát ebben. Ha le lehetne lassítani az időt, hát én olyat nem akarok. Szerintem erre kéne egyébként menni. Igen. Úgyhogy én előtte visszamegyek. Tüzes nyíl. Szia, sinya. Készletek? Looks like they were killed recently. But by whom? Szóval nemrég megöltek itt valakiket. Biztos lesz itt is egy védő, a páncél védője. Itt lesz a páncél védője.
Na mibe srácok, hogy itt valami ilyesmi trükk lesz. Itt is van valami hullám. Nem valószínű, hogy ezt a harcot most így ebben a streamben megcsináljuk. Inkább csak feltérképezzük, hogy itt mi van. Tetszik a játék? Nagyon jó a PS5-ös verzió. Sinya. Hangulatos ez a sziget is. Remélem achievement jár érte, hogy mindent begyújtok. Igen, ott lootoltunk. Van itt kincs, nem vitás, de nem tudok visszajutni a sérült bokámmal semmiképp, mintha már napok óta bolyonganék ide lent ezekkel a majmokkal. Mindenhova követnek, figyelnek a sötétbe. Nem lett volna szabad figyelnem Kashira történeteire. És itt mutatja a denevéreket a játék nekünk. Vagy ezek inkább repülő majmok? Hát a fene se tudja. Nem tudom, azt tud bele gyújtani? Nem tudom. Ezek szerint nem. Mindenhol tüzes nyíl. Ott is tudunk egyet gyújtani. Itt kell tovább mennünk, ez egyébként nem is vitás, csak felvesszük itt a lótakat. Ennyi készlettel mindenkit magunk mellé vásárlunk. Köszi a követéseket, srácok, közben. Érezzétek jól magatokat. És egy tekercs. Az utolsó, amit láttam, gyűlölettel, dühvel és finom félelemmel teli arcok sora volt. Ezután a világ, fény és árnyék foltokká oszlott szét. Fokozatosan elhomályosult a mély és mindent átfogó feketeségben, és az évekig tartó gyötrelemben. Megtanultam szeretni a hűvös, nyírkos sötétséget, de azoknak az arcoknak az emléke lángra robbantja a lelkemet. Még van idő a bosszúra. Élvezni fogom fájdalom kiáltásaikat, amikor eljön az idő, még akkor is, ha már nem láthatom gyűlölködő arcukat. Az iTracker miért jó? Felkelt el Tóbi, amit hogy Tobi 2 évvel, és akkor láthatod, hogy mit tud ez a Tóbiás mind így a streamben, mind a játékokban. Neki is tudjátok kapcsolni, hogyha zavart titeket. Nem kell nézegetnetek, hogyha zavaró. Köszi, Becky. Fürgeolják vannak báki, azt mondom. De fura hangok vannak a háttérben. Valakit kínoznának. Hát arra nem megyünk. Szia, Belfegor!
Fekete kéz, Riku. Show yourself. Another hunter desperate for my armor and the power. Ilyesmi volt egyébként a sima Tsushima-ba is, bár nem emlékszem, hogy már ki ellen kellett így harcolni. Ez egy jó csata lesz. Pár baj a sötétség mélyén, de... Tehát, hogy innen... Tehát, hogy adunk egy próbát, és innen folytatjuk. Jól néz ki egyébként. Nagyon jól néz ki a sapi. Bán... You're blind. This isn't a fair fight. No. It is not. Ja, hogy fekete kéz, Riku, vak, és úgy fogunk harcolni ellenük. Szerusz, Endem. Sziasztok, sziasztok. Rere Astronomist. Jó, értem. Jó, hát elnézést. Ott is van, Sarugami páncél. Ez a félelmetes majom szellem erejétől áthatott páncél a kockázat és a veszély vállalására hajtja viselőjét. Sarugami sisak. Wow. Wow, hát erre nem gondoltam, hogy így már rögtön meg is lesz, skacok. Itt az egyes páncélja. Itt láthatjátok az eltéréseket. Már van ilyen köpeny is. Hármas. Ez még komolyabb. És végül a négyes. A négyes az gyakorlatilag annyi, hogy statba jobb. Na, normál hárítás ki van kapcsolva, a tökéletes hárítás pedig kettő támadás sorozatúvá válik, és a tökéletes kitérés sebzi a közeli ellenségeket. Minden megszerzett akaraterő mérsékelt mennyiséggel nő. A tökéletes hárítás és tökéletes kitérés ablakai mérsékelt egységgel megnőnek. Igen, a normál hárítás külön kapcsolva, a tökéletes hárítás három támadás sorozatává válik, a tökéletes kitérés pedig olyan támadássá változik, amely megvakítja az ellenséget. Hát elég komolyan néz ki, srácok, elég komolyan néz ki. Ezt csak úgy tudom felfeleszteni, hogyha elmegyünk valami páncélkovácshoz. Wow. Megnézzük a sapit. Az a helyzet, hogy sapi az úgy fejlődik, hogyha fejlesztem a setet. Ha jól emlékszem. Szóval meg lett a Sarugami páncél is, srácok. Ezt a következő stream. Ott van a Sarugami páncél, tökéletes hárítás, tökéletes térés. De nincsen egyszerű hárítás. Hát ez nagyon királyságos. Nagyon jól néz ki ez a hely, és nem gondoltam volna egyébként, hogy elsőre likvidáljuk Rikut. Ez jó volt, srácok. Gondolom, ti se gondoltátok volna. Tehát, hogy így felraktam a nehézséget, és nem volt probléma. Inasba raktuk. Nagyon szépen. Na jó van, srácok. Szia, Szeviper. Szevasztok, skacok. Az a helyzet, hogy már ennyi lett volna a stream. Úgyhogy, hát remélem, hogy élveztétek a Tsushimát, meg a Siege-et, meg a kis beszámolót az előző hétről, amikor nem volt stream.
meg kell mondjam, legalább annyira, ha nem jobban tetszik a Tsushima, mint legutóbb. Gyere, Kalács! Gyere! Úgyhogy folytatjuk, csapatjuk és végigjátsszuk ezt a kiegészítőt. Mit szóltok? Aztán még az is lehet, mert beszéltünk róla Pistékkel, hogy a Legendsbe is belekukkantunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltatok, srácok. Jókat dumálhattunk újra. És hát várom a holnapot, mert hát hogy így kevés időt töltöttünk együtt. Na, holnap egyébként az előző heti, azaz a most elérhető ingyenes Epic játékba fogunk belenézni. Jókai Lajos, vagy nem tudom mi a neve. A Tesco-s Crash Bandicoot. Ez lesz nagyjából 8 órától. 10 óráig, 10 órától pedig folytatódnak a Siege-es kalandozások, és délután pedig Humankind. Ez lesz a terv. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, a mai figyelmeteket. Örülök, hogy itt voltatok, és hát holnap találkozunk. Most nem tűnök el 5 napra. Na, mentem, srácok. Szevasztok.